A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara 2023-as évében szakács szakmában szervezett mestervizsgát és mestervizsgára felkészítő képzést. A már duális képzésben oktató szakembereket, akik kamarai gyakorlati oktató tanúsítvánnyal rendelkeznek, szeretnék főként segíteni a mestervizsga megszerzésében. Idén 8 szakember bizonyította, hogy érdemesek a mester címre. Idén is megrendezésre került kamaránknál a mesterképzés és vizsgáztatás a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, amelyet minden évben megszervezünk, és tulajdonképpen állami feladatunk. A célja az, hogy duális képzőhelyként oktató vállalkozásokat elősegítsük a mestercím megszerzésében, illetve a már duális képzésben oktató szakembereket, akik már rendelkeznek a kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal, őket segítsük a mesterképzés tovább lépésében. Idén szakács szakmában sikerült megszerveznünk ezt a képzést és vizsgáztatást. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, július hónapban kezdtünk, és novemberig tartott. Ez mind a képzésben résztvevőknek, mind az oktatóknak, mind pedig nekünk egy hosszú, áldozatos folyamat volt. A képzésben résztvevők pedig ugye nagy kitartásukról, szorgalmukról tettek tanúbizonyságot. A mai nap az ünnepi átadón 8 szakembernek tudjuk átadni a mesteroklevelet, akik ezáltal a szakmájuk legjobbjai lettek, és a tudásuk legjavát reméljük, hogy át tudják adni magasabb szinten majd duális képzés során a tanulóknak. Szeretnék köszönetet mondani a Tolna vármegyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás Technikum és Szakközépiskola vezetőségének, ugyanis az intézmény biztosította a helyszínt ahhoz, hogy a képzés gyakorlati részét, illetve a vizsga gyakorlati napjait meg tudjuk szervezni. Az interaktív vizsgákon pedagógiai, módszertani, vállalkozásvezetési és szakmai ismereteikből adtak számot a jelöltek. Lényegében ugye itt a mestervizsgán több követelménynek is helytáltak a jelöltek. Az egyik ugye finger food ételekkel kellett készüljenek, a másik pedig ugye egy meleg ételsorral kellett készülni. Nagyon szép munkák születtek, és ezáltal mindenki eredményes vizsgát tett nálunk. Van írásbeli és szóbeli része, így van a vizsgának. Itt különböző szakmai szempontokat veszünk figyelembe, szakmai számítástól elkezdve a pszichológiáig van minden. A két napon keresztül zajló gyakorlati vizsga során bizonyíthatták rátermettségüket és tudásukat. A mesterlevél megszerzése legfőképp az motivált, hogy diákokkal tudjak foglalkozni, és éttermünkben minél több tanulót tudjunk kinevelni. Az írásbeli és szóbeli vizsga az elég nehéz volt, ugye sokan már azt mondják, hogy ez a mestervizsga nem olyan bonyolult, szerintem eléggé az volt, és hát a főzés és a hidegtál az megcsinálható volt, tehát számomra tökéletes volt minden. Mesterlevél megszerzése, mint az előbb a kollega is elmondta, nálunk is a tanulók fogadása miatt volt fontos, és ezen a területen szeretnénk kamatoztatni az itt megszerzett tudást. Mestervizsgára általában 5 év gyakorlat után lehet jelentkezni, ezért is fontos szakmai mérföldkő a mesterlevél megszerzése.